A legtöbb időt tavaly is Görögországban töltötték a magyarok utazás céljából, közel 3,5 millió napot. Népszerű volt Horvátország és Ausztria is valamivel több mint 2,5 millió nappal, harmadik helyen pedig Németország végzett a KSH listáján. A bank 360.hu elemzéséből pedig az derült ki, hogy amíg a külföldön töltött napokban még csak utolérték a járvány előtti szintet a magyarok, a külföldi pénzköltésben rekordot döntöttek. Ennek oka az utazásszám és a kint tartózkodási idő növekedése mellett a külföldi szolgáltatások árának emelkedése lehetett. A magyarok minden eddiginél többet 610 milliárd forintot költöttek el a nyári fő és utószezonban a külföldi utazásaikon. Ezt az utazási hajlandóságot pedig a nyíregyházi irodák is érzékelték. Örömmel kijelentetjük, hogy a 2023-as év itt a szabolcs szatmár beregmegye megye vármegyében nagyon aktívan telt. Az utazóközönség az, az teljes mértékben e, aktívan vett részt a, az utazások érdeklődésében. Mind a csomagajánlatok, mind az egyéni utazási e, szervezési kedv az igen magas volt. Frekventált úti továbbra is nagyon kedvelt volt például a görögországi tengerpartok, e, Törökország, ugye most itt a téli időszak Északban Egyiptom, Tunézia, Ciprus, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az egész Vármegyében és Nyíregyháza környékén nagyon-nagyon jó az utazási kedv. A nyári tengerparti utazások után a síútak és a télből a nyárba exotikus utak is népszerűek. A 2024-es év elé is nagyon bizakodva állunk, bízunk benne, hogy legalább olyan nagy lesz az utazási kedv, mint a tavalyi évben. Új, új úti célokként például megjelent Zanzibár, Sri Lanka vagy Omán, úgyhogy reméljük, hogy a vármegye beliek közül is nagyon sokan ellátogatnak majd ezekre a helyszínekre is. Érdemes ezekre a helyekre még január 31-ig az előfoglalási szezonban bebiztosítani a helyet. Egyrészt mert idén is jelentős áremelkedések várhatóak, másrészt pedig mert átalakulnak az utazási preferenciák. Népszerűbbek lesznek a szezonon kívüli utak, és a növekvő költségek, valamint a fokozódó környezet tudatosság miatt kevesebb szer, de hosszabb időre utazhatnak a magyarok. Előrejelzések szerint nőni fog a kereslet a luxus élmények és a kabinházak iránt. Nem véletlen, hogy a hazai úti célok közül a Balaton mellett már tavaly is a Mátra és a Bükk térsége volt a legnépszerűbb.